A HIV-fertőzés elleni küzdelem évek óta fontos, és talán egyre nagyobb teret kap vendégünk, Tápai Szabina és Kucsera Gábor, akik bizony emellé a felhívás mellé álltak, vagy adták az arcukat. Ti is voltatok ugye már szűrésen. Hogy talált meg titeket ez a dolog? Miért fontos nektek ez? Igen, nagyon érdekesen talált meg minket ez a dolog. Pont egy vacsora után voltunk a Szabinával, és betértünk egy szórakozó helyre, ahol kicsit fogyasszunk el valami italt, kicsit beszélgetsünk, kettesben voltunk végre, és akkor láttuk, hogy pont Téla a színpadon beszélget, és pont ugye az AIDS szűrésről beszélgetett, és egy ajtó mögött, tényleg egy asztalnál ott ült én, és ott lehetett gyorsan egy gyors tesztet csinálni, amiről mi is akkor hallottunk először, hogy most már nem úgy működik, mint régen, hogy egy bemész és több hetet kell várni az eredményre, hanem tényleg odamész. Ez olyan, mintha a cukorbetegeknél megszúrják az ujjat, és abból gyorsan, és egy 20 perc múlva kiderül a teszt. Igen, ez egy olyasmi teszt, mint a terhességi teszt, hogy várod a kis vonalkákat, és akkor utána ott látod rajta, hogy szerencsére. Ez mondjuk kifejezetten HIV-fertőzésre való teszt, tehát egyéb mondjuk más... Hepatitis. Tehát ez akkor pluszban. Ezt a kettőt ebbe ki lehet szűrni, és tényleg, hát abban a negyed órában az ember igen izgul, de jobb, mint a 3 hétig. Mit éreztetek egyébként abban a negyed órában? Mert ugye ti azért férj és feleség vagytok, mint tudjuk. Ugye tudjuk azt, hogy maga a HIV-fertőzés az kifejezetten csak nemi úton terjedhet, ha én jól tudom, jók az információk. Tehát ezáltal igazából ti nem tudom, hány év vagytok együtt, biztonságban éreztetek magatokat. Igen. Igen, mivel ugye szexuális úton terjed. Igen, nem csak szexuális úton terjed. Nem most már ugye a kemény és erős drogosoknál is ugye vénásom, úgyhogy vér után terjed. Úgyhogy ez a kettő, ami... Hát és azért veszélyes, mert sokáig lappang? Tehát nem... Ugye igen, hiába, 5-10 évig ugye a lappangás az ott szervezetben, ami tünetmentes, illetve tényleg egy olyanban, hogy egy torokgyulladás, éjszaka izzadság, kicsi láz, ami egy idő után eltűnik, és utána egy 10-20 év múlva meg előjön, és akkor már tényleg a keményebb, az erősebb tünetek jelentkeznek. De szerintetek miért fontos mondjuk erről beszélni? Hát azt gondolom, hogy azokat a úgymond felvilágosításokat azért az ember úgy helye közel megkapja, vagy igazából Magyarországon is egyre többet, vagy egyre jobban terjed maga a HIV-fertőzöttek száma? Igen, hogyha ilyen adatokat nézzünk, évente 200-300 beteget regisztrálnak, és hogyha a 2015-ös adatot nézzük, és a 2016-osat, most fél év alatt ugyanannyi megbetegedés volt, mint 2015-ben egész év alatt, tehát növekszik a megbetegedések száma, és mi próbálunk ezért is emelni a dolog mellé állni, hogy felhívjuk az emberek figyelmét, hogy igenis, akik aktív szexuális életet élnek, évente egyszer jó, hogyha megvizsgáltatják magukat, és egyébként a szűrésre visszatérve, mert azt az élményt azért elmondom, hogy érdekes volt tényleg, hogy ugye mi együtt mentünk, egyébként ez anonim módon működik, tehát hogy egyesével bemegy az ember, és a kórházban is nevet se kell leadni, csak egy sorszámot kapsz, és itt is mi is például, én megadtam azt hiszem az almát, te is egy ilyen jelet. De miért? De várjál, miért? Ezt nem értem. De szerintem még mindig kicsit tabu ez téma. Mindig tabu téma, és tényleg ugye régen ugye az AIDS-ről annyit tudtál, hogy halálos. Isten, halálos betegség, halálos kor, és az ember megijed. Én például tudom, hogy... keverjük össze, mert az AIDS-nek már egy későbbi stádium, tehát a HIV-fertőzés az első stádium, amit gyógyszerekkel lehet kezelni. A nők például, és én erről például nem tudtam, a nők például szülhetnek is, hogyha megfelelő gyógyszeres kezelésben részesülnek, és egy teljes egész életet lehet élni, ha időben ugye a szűrés által észreveszik ezt a betegséget. Az AIDS-nek már egy fokozott fázisa, mind a kettő gyógyíthatatlan betegség, de a HIV-vel lehet még együtt élni. Bocsánat, hogy belevágtam a szabadba, de... Hát ezt már megszoktuk, Szabina, szóval tehát igazából ezt már láthattuk több fronton. Igen. Illetve, hogy nagyon sok tehát azok, akik nem is tudják, hogy azok is így fertőznek tovább, úgyhogy... Tényleg tök jó, hogy ilyen dolgok mellé álltok, mert fontos. Hát igen, meg figyelj, ugye tényleg az van, hogy Magyarországon tényleg általában ugye nincs az emberekben úgymond bekódolva ez, hogy járjunk el rendszeresen szűrésre. Én azt veszem észre inkább a magyar ember így a nagyanyámékon, meg a szüleimben, meg ugye a környezetben, hogy inkább ez a helyreállunk arra mégis, és húzzuk, meg nem beszélünk a dolgokra, a betegségről, és amikor már baj van, akkor meg már az ember kapkodik. Nekem azért tetszik ez a fajta szűrés, mert én mondjuk rendszeres véradó vagyok, és én azzal próbálok sokszor kampányolni, hogy mennyire fontos a véradás, én is motoros vagyok, fontos, ugye tudjuk, hogy utazó donorként száguldozunk a városban, de a lényeg az, hogy a véradás alkalmával szűrnek ugye ilyet, mert ugye más emberbe nem kerülhet mondjuk rossz minőségű vér, de hogy ez mennyire jó ez a fajta
szűrés vagy mérés, gyors teszt, hogy igazából nem kell úgymond olyan fájdalmat sem végélni. Tehát nincs ebben semmi fájdalom, szúnyogcsipés. Egy ilyen pici szúrás, ott egy ilyen kis ampullával kiveszik a vért, rácsepegtetik, és csak, csak még visszatérve arra, hogy mondjuk ti is valamilyen jelet adtatok meg. Mi van, hogyha valaki mondjuk fertőzött, akkor megkeresik, visszakeresik az alma jel alapján, vagy éppen a nem tudom milyen jel alapján? Van egy jelen, fontos... meg van egy kódod is, és az alapján téged be tudnak azonosítani vissza. Szóval mert a véradó állomáson is úgy van, hogy ugye leadod a véredet, és hogyha bármi olyan dolog van, akkor azt hiszem egy-két héten belül jelentkeznek, hogy ezt akkor ki kellene vizsgálni. Igen. Úgyhogy a kódod által tudnak értesíteni téged. Hogy telt a ma reggel? Hiszen gondolom nálatok is jött a Mikulás. Nálunk hogy is. Hogy készültetek, hogy vártátok? Jött a Mikulás, hát most már ugye a Bence van, akkor inkább most már így a Bencire koncentrálunk általában. Nem hozott a Szabinának semmit? De, Szabinának hozott, de... Na hát ez egy nagyon érdekes történet. Mindenki szépen kipucolta a cipőt este. És hát a Szabina rakta be a sajátjába is a Mikulás ajándékot egyébként. Ez jó egyébként. Meg volt véve, csak hát olyan korábban. De nézd meg a kucsi, mit intézett neked. Személyesen elintézte neked a Mikulás. Nagyon kedvesek vagytok. Jaj, nagyon elfáradtam, sokat megyek. Ez a nap, ez nagyon-nagyon macerás nekem. Nagyon hosszú neked, Mikulás bácsi. Igen, pláne olyan gyereknek, akinek két ajándékot kell adnom, úgyhogy Berinek megint küldök egyet. Jaj, azt hittem, hogy én kapom. De csak azért, a csokit azt majd teszed meg, a mogyorót, a szaloncukrot, mandarin, azt megint csak te, a mandarin, azt majd a gyerek. Nagyon a te fogaidnak már mindegy. Kucsi nem kap semmit? Kucsi nem kap semmit? Virgácsot nem hoztál? Virgácsot most nem hoztam. A Beninek, igen, hát mégiscsak a gyerekről szól ez az egész. Nagyon szépen köszönjük, nagyon nemes ez a kezdeményezés, amire felhívtátok a figyelmet. Tényleg vigyázzunk egymásra, és hogyha ennyire egyszerű a szűrés, akkor az olyan mindent vigyek. Igen, a Mikulás is elküldeni. Mondjuk azért tudjuk, hogy a... Aki szexuális életet élsz, Mikulás, akkor ennyire szűrésre, jó? De tényleg a Mikulás az ugye mindig szingli. Mindig. Na egyébként nem. Nem jártatok nálam Finnországba, majd a Berkit meghívom, egyszer is mesélni. Szervusztok, gyerekek! Köszönjük szépen! Köszönjük, hogy itt voltatok! Mi is köszönjük!